Kerecsváros tisztes polgárai és vendégei, itt vagytok? Igen! Polgármester úr, önni a szó. László, igen? Gyere már ide kicsit. Itt vagyok. Baj van. Baj? Az az igazság, hogy azt gondoltam, hogy a jegyzőt küldöm el magam helyet, de hát én vagyok a polgármester, muszáj a bajt nekem megoldani. Az az igazság, hogy gyere már. Mondja már egy, hogy is mindenki hallja. Egy kicsit sóvalunk át. Képzeld el, ellopták a város kulcsát. Jézus Mária, Szent Józsefnek a menetet, most mit csináljunk? Ez az. És ki lopta el? Az az igazság, hogy egy ördög csapat tört a városházára, és elrabolta, ide ebbe a malomba bevittek magukra ezt a kulcsot, amit féltve elöröztünk. Most sem tudom, mi lesz. Nem tudom, hogy mi lesz a megnyitóval. Polgármester úr, az az igazság, hogy hűs légkondicionált szobájába húzódjon vissza, majd én megoldom. Mindjárt hozom a kulcsot, 5 percet kérek, és már is meg lehet nyitni a fesztivál. Na, jól van, László, én bízom benned. És nem csak én, az egész város. Szerusz, László, a viszontlátásra. László, igen, lesz majd jutalunk. Jó, viszontlátásra. Viszontlátásra. Aztán, ne nyilván drága polgármester úr, majd a többit megbeszéljük később. Jó, megyek. Hát akkor kezdődjön. Jézus Mária, Szent József. Hát akkor itt van a malimba. Na jó! Kezdődjön a munka. Pám, prepám, pám, 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 prepám, pám, 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 pám. Jó napot kívánok, kezdőcsukárom! Akárki van oda benne, az azonnal jöjjön ki! Mert mit néz László világ, egy bátros pickója várja ide ki. Gyere már ki, hallod el! Na jó van, ha nem jössz ki, akkor én sem megyek be. De itt maradok még a világ, s még egy nap, hallod el? Micsoda? Hát, még egy meg most hívtam. Micsoda? Mephisto vagyok! Jó, na, figyelj csak! Én meg László vagyok! Te mi, ugye már valami kiáll a fejed? Ne bökögyél már, mert ez nekem fáj! Te mit csinálsz? Na megállj csak! Ha még egyszer megpróbál! Éres vitéz László, elszaladtál! De hogy szaladtam, itt vagyok! Buenos Aires noches, amigos! Karapá! Mikucino! 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 Prapapapam! 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 Köszönöm szépen! Ne köszönj semmit! Miért? Hát az én kutom! Van az volt a második? De rejtette! Hulimász pofa! Hölgyek urak, papák, már kisebbek és nagyobbak! Íme Pécs város kulcsa! Hola! Köszönöm szépen! Köszönöm! 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 Hiszen nem nekem jár a taps, hiszen a kulcsot át kell, hogy adjam a város polgármesterének, aki majd a kulcssal megnyitja a fesztivált. Én már is szaladok, és kezdetét veheti a fesztivál, ugye? Polgármester úr! Polgármester úr! Tessék parancsolni! Itt van a kulcs! Hölgyek uram, Páros úr, Pécsváros polgármestere! Kedves pécsi polgárok, a sikeres happy end után nekem egy tisztem maradt, a szervezők a lelkemre kötötték, hogy egy dolgot tegyek meg, mégpedig azt, hogy a 15. Felnőttbál fesztivált megnyisson,
Pécsváros műterét a Széchenyi téren, Isten hoz tövekedtő, és átadom a város kulcsát azonnal a dicsőséges kulcsszerzőknek. Polgármester úr, itt vagyok, itt vagyok! Már is jönnek! Tagyomok szaladok! Tessék csak, tessék! Igen, gyerek! Jaj, de jó! Köszönöm szépen! Ne lejétek meg! Éve a fesztivál nyitó Várospolcse! Ja, Jézus Mária, Szent József meg a Benedek drága polgármester úr, elfelejtettem, majdnem elfelejtettem a fontosat. Hát én is készültem egy ajándékkal magának. Engedje meg, hogy ezt a palacsintasütőt átadjam önnek. Á, de elég sokszor van rá szükség az én életemben. Maga előtt is van még egy pár nehéz év. Ki tudja, hát ha jól jön. Használja egészséget! Jó egészséget!